A legutóbbi rovatunkban megígértük, hogy a következő megkérdeztük a polgármestert, arról fog szólni egy visszatekintés az elmúlt évre. Viszont jött egy olyan közös elhatározás, illetve döntés polgármester úrra, hogy sokkal szerencsésebb lenne megvárni a város költségvetését, és akkor már nem csak az elmúlt évről, hanem egy kis előrevetítés a 2021-es évről. Erről is lehetne nyugodtan beszélni, tehát még mindig egy kicsit a türelmüket kérem, viszont jöttek be kérdések, és akkor térjünk rá azokra a dolgokra, ami kifejezetten érdekli a lakosságot. Kezdhetjük is, gondolom, polgármester úr. Köszöntöm a televízió nézőket. Tehát mindjárt az első. Az előző műsorban felmerült, hogy a mezőgazdasági vállalkozások által okozott közúti szennyeződések eltakarításának érdekében utcaseprőgépet tervez beszerezni az önkormányzat. Ha az érintett mezőgazdasági vállalkozók betartanák a közúti közlekedés szabályait, akkor nem lenne ilyen probléma. Ha a hatóságok megfelelően és kitartóan szankcionálnák az ilyen kiágásokat, akkor előbb-utóbb megoldódna ez a probléma. Ha ezek után is az a konklúzió, hogy utcaseprőgépet kell beszerezni, akkor azt miért az önkormányzati forrásból kell megtenni? Nem ott kezdődik a társadalmi felelősségvállalás, hogyha a közösségnek kárt okoznak a nyereséges gazdasági tevékenységükkel, akár az ebből adódó negatív költséges hatások magunk orvosoljuk. Ezt most nem értem. Jó, igen. Mi a véleménye erről polgármester úrnak? Hosszú a kérdés, és akkor több részre szeretném bontani. Például kezdi a kérdező azzal, hogy mezőgazdasági vállalkozások által okozott közúti szennyeződések eltávolításának érdekében szereznénk be utcaseprőgépet. Valóban beszéltem az utcaseprőgép lehetőségének a beszerzéséről, vagy beszerzésének lehetőségéről. Ez nem a mezőgazdasági vállalkozók által okozott szennyeződések eltávolítása miatt kerülne beszerzésre, hanem egyébként is a város hatékonyabb közterület karbantartása véget. Tehát több településen látunk utcaseprő gépeket, amik haladnak a patka mellett, közterületeken, tereken, sepernek, felszippantják a port, akár még vízzel is permetezik és pormentessé teszik ezt a felületet. Tehát ezt nem csak a mezőgazdasági időszakban, hanem bármely poros időszakban, nyári időszakban is lehetne használni, és a város köztisztasági feladatait látná el. Ez egy régi ötlet és egy régi terv volt. Most, hogy szóba került a mezőgazdasági vállalkozók által a tavalyi évben okozott többlet sárfelhordás és szennyeződés, akkor említettem ezt meg, hogy akár ebben az esetben is lehetne ezt a gépet erre, tehát a szennyeződés eltávolítására használni. Önkormányzati forrás. Tehát az önkormányzati forrást azt úgy kell érteni, hogy elsősorban mi pályázati forrásokból szeretnénk fejleszteni, saját erős fejlesztések ekkora volumenben nem biztos, hogy lehetségesek, és források rendelkezésre állnak. Mindig nézzük a pályázati lehetőséget, és ha lesz ilyen, akkor igyekszünk beszerezni majd egy ilyen technikát, egy ilyen gépet, úgy, ahogy említettem, mondjuk a lombszívót is, amivel hatékonyabbá tudjuk tenni a közterületi munkát. Ha már ezt említettem, hogy hatékonyabbá tegyük a közterületi munkát, például az utcaseprőgéppel, és ugyanez valósulna meg, hiszen nem 10-15 közfoglalkoztatott állna az út szélén, akár balesetnek, veszélynek kitéve, és hát valljuk őszintén felében, harmadában töltenék ki a munkaidejét, és mondjuk zavarná vagy akadályozná a forgalmat, hanem egy ilyen technikával rövid idő alatt egyszerűbben végig tudnánk takarítani ugyanazokat az útszakaszokat, amit a közfoglalkoztatottakkal sokkal hosszabb ideig tudnánk, vagy lehetne megvalósítani. Azok a közfogisok, akik pedig mentesülnének ez a feladat alól, azok dolgozhatnának más területeken, mondjuk a fóliában, vagy egyéb olyan helyeken, ahol feladat van és munkát tudnak végezni. Társadalmi felelősségvállalása mezőgazdasági vállalkozók részéről. Én azt gondolom, hogy van társadalmi felelősségvállalása mezőgazdasági vállalkozók részéről, hiszen emlékezzünk vissza, hogy a járóbeteg szakrendelő eszközbeszerzésében pontosan a mezőgazdasági vállalkozók voltak azok, akik élen jártak, összeadtak komoly pénzeket, több millió forintot, és tudtuk fejleszteni a járóbeteg szakellátást. Az, hogy előfordulnak ilyen esetek, hogy a betakarítási munkák idején
minden összejátszik ellenük és ellenünk, sáros, esős, koszos időszak van, és a gépeket nem tudják tökéletesen eltakarítani, az egy szerencsétlen helyzet. Az is hozzátartozik, hogy a vállalkozók egy része nem minden esetben szabálykövető, de ezt az előző riportban elmondtam, hogy ez is előfordult, és a hatóság és a rendőrség Magyar Közút elsősorban, aki kell, hogy feltérképezze az állapotokat, és a rendőrség, aki közben léphet és szankcionálhat. Tehát az ő feladatuk ez. Az idei évben már úgy fogunk készülni, hogy az őszi betakarítási munkákra idejére jobban oda fogunk figyelni, és fel fogom hívni a hatóságok figyelmét, mind a rendőrkapitányságét, mind a Magyar Közútét, hogy sokkal nagyobb figyelemmel legyenek erre az időszakra, és a nem szabálykövetőket szankcionálják, vagy figyelmeztessék, hogyha szükséges. Azt hiszem, igyekeztem kimerítő választ adni. Ez a véleményem erről, tehát ezt gondolom. Jó, köszönöm, menjünk tovább. Általános és országos probléma, hogy nincsenek nyilvános illemhelyek, ahol az egyszerű állampolgár szorult helyzetében kulturáltan tudná elvégezni alapvető biológiai szükségleteit. Különösen igaz ez a pandémiás időszakra, amikor a vendéglátóipari egységek is szárva tartanak. A különböző városfejlesztési projektek keretei között terveznek-e nyilvános WC kialakítását Tiszavasvári területén, például a Csónakázótó környékén vagy a városközpontban? Jelen pillanatban nincs ilyen tervünk, nincs ilyen lehetőségünk, ami fejlesztési elképzelések, lehetőségek vannak, azok ezt sajnos nem tartalmaznak. A nyilvános illemhely kérdése hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is szóba került már, akkor voltak, meg nem mondom melyik testületben olyan javaslatok, hogy itt a központi parkban akár egy földbe talajszint alá süllyesztett megoldással kialakított nyilvános illemhely létrehozása, vagy más fajta módon, vagy más helyen való nyilvános illemhely létrehozása valósuljon meg. Kisebb viták, egyeztetések után ezt az akkori önkormányzat, az akkori testület elvetette. Néhány évvel ezelőtt én személy szerint körbejártam ezt a kérdést, mert akkor is fölmerült, meg egyébként is valóban problémát okoz, mint hogy a kérdező is ezt leírja. És példának okáért Budapesten ugye gyakran találkozhatunk ilyen automatizált illemhelyekkel, hogy 100 forint, 200 forint, bedobjuk, nyílik az ajtó, bemegyünk, elvégezzük a dolgunkat, kész, nyílik az ajtó, tisztít, takarít, rendben van az épület. Vagy Tokajban, aki esetleg jár, ott is találtunk egy ilyen automatizált nyilvános illemhelyet, amit nagyon jó ötletnek tartok. Körbejártam a kérdést, és a legolcsóbb megoldás ilyen 10 milliós összegnél kezdődik. Erre most a városnak saját forrása nincs, amennyiben viszont pályázati lehetőség nyílna rá, és nem saját forrást kellene felhasználnunk, akkor el lehet ezen gondolkodni, tehát én nem zárkózok el ezelől, hiszen most, ha már a Csónakázótó is szóba került, vagy a városközpont, de a Csónakázótóra most kitérhetünk, mert ott is komoly fejlesztéssel fognak elindulni, hiszen gyógyszálló, rekordtámpája, közösségi térkialakítás valósul meg hamarosan, akkor ott szükség lehet egy ilyen helynek a kialakítására, és igenis akkor vizsgáljuk majd a lehetőségét, de elsősorban pályázati forrásból. A városközpont is indokolt lehet, de ugyanaz a válaszom erre, saját forrás nem áll rendelkezésre, de a gondolatot nem vetjük el, és köszönjük, hogy más is jelzi ezt, és más is fontosnak tartja. Esetleg olyan polgármester úr, hogy a üzemeltetőnek lehetőséget adni neki területet, hogy ide vagy oda kihelyezheti. Igaz, hogy a bevétel az övé, de legalább akkor lenne ilyen, nem lehet, tudom ezt. Minden megoldás érdekel úgymond bennünket, és akinek esetleg ilyen gondolata van, vagy ilyen jellegű megoldási javaslata, akkor várjuk a megkeresést. Mi is keressük ezt, de ha valakinek vannak jobb ötletei, akkor szívesen várjuk a jelzéseket. Köszönöm, menjünk tovább. Ha vasúton az utazási idő 60 perc alá csökkenne Tiszavasvári Debrecen vonatkozásában, akkor annak számos pozitív hatását élvezhetnénk. Egyszerűbben érnénk el a vasváriak a nagyváros által nyújtott lehetőségeket, mint kultúra, oktatás vagy munkahelyek. Ez természetesen igaz az összes többi települése és a vasútvonal mentén. A 2021-2027-es EU-s költségvetési ciklusban kiemelten támogatják a kötött pályás közlekedés fejlesztő beruházásokat. Tervezik-e ilyen jellegű beruházás előkészítését?
nem tervezünk ilyen jellegű beruházást, hiszen a vasútnak a fejlesztése ugye az a MÁV és az állami szerveknek a hatáskörébe tartozik. Jelzéssel tudunk élni ilyen esetekben, csak azt minden egyes megkereséskor megfelelő módon alá kell támasztani. Kihasználtság, utasforgalom, stb. Most a Debrecen-Tiszalök vasúton egyébként is egy fejlesztésen esik át, már hosszú hónapok óta ugye ilyen vegyes megoldással oldják meg az utaztatást, tehát busz vagy vonatpótló buszokkal és vasúti kocsikkal lehet közlekedni Debrecen és Tiszalök között. Nem tudom, ez mit fog eredményezni, az is elképzelhető, hogy gyorsulni fog a közlekedés és csökken a menetidő. A 21-27-es költségvetési lehetőségeket konkrétan még nem ismerem, ebből a szempontból nem tanulmányoztuk át. Természetesen minden újításnak, minden fejlesztésnek örülünk, és szeretnénk, hogyha ez megvalósulna, de kellő alapossággal ezt alá kell támasztani. Utána fogok nézni, és akkor megnézzük, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre, de első körben én azt mondom, várjuk meg a felújított vasúti pályának az átadását, és akkor ha látjuk, hogy mennyit változott a menetidő, akkor akár pozitívak is lehetünk, és lehet, hogy a menetidő majd közelít a 60 perceshez, és megvalósul az, amit a kérdező szeretne. De egyébként úgy hallottam, hogy 2021. január 1-től módosult a menetidő, hiszen az eddigi másfél óra helyett 90 percre sikerült pont ezt. Pontosan így van. Köszönöm, menjünk tovább. De egyébként tényleg érdekes, hogy 60 kilométert másfél óra alatt tesz meg a vonat. Igen, 21. századna. Azt hozzáteszem, bocsánat, hogy ugye én elég sűrűn használtam ezt a vasútvonalat, és a 80-as, 90-es években is hasonló helyzet volt, és sokat nem változott a 21. századra sem. Bízunk benne, hogy fog rövid időn belül. Köszönöm, a következő kérdés. Korábban kérdésként felmerült már, hogy terveznek-e elektromos autótöltő állomás kialakítását a városban valamelyik futófejlesztési projekt keretei között. Akkor az volt polgármester úr válasz, hogy megvizsgálják a lehetőségeket. Kérdésem, hogy mire jutottak, mikor lesz Vasváriban elektromos autótöltő állomás? Néhány hónappal ezelőtt volt ez a kérdés Porondon, azóta sok minden nem változott, olyan pályázati lehetőséget nem találtunk, ahol elektromos autó töltési lehetőséget tudnánk kialakítani, vagy arra pályázni. A jövőben is vizsgáljuk ennek a lehetőségét, és amennyiben van ilyen pályázat, akkor élni fogunk azzal is, és kialakítunk lehetőség szerint egy-két ilyen töltőállomást, bár most még nekem az a tapasztalatom, hogy túl sok ilyen jármű sem Tiszavasváriban, sem Tiszavasvári környékén nem szaladgál, de az is elképzelhető, hogy mondjuk 2024-25 környékére ez lényegesen megnő. Ha meg a gyógyszállóról beszélünk és a fürdőfejlesztésről, azt gondolom, hogy ha egy 4 csillagos szálloda kerül a képbe, akkor elképzelhető, hogy olyan vendégkör is jön, aki majd ilyen járművekkel közlekedik, és akár a szálloda projektbe is beépíthetünk egy ilyen lehetőséget. Úgyhogy nem elvetett történet, figyelünk rá, és igyekszünk majd megfelelni a 21. század elvárásainak. Köszönöm. Hát a következő kérdés elég érdekes, hiszen jelentősen megmozgatta a városlakók között az beszélgetésben az, hogy január 1-től tilos a kertben gazt égetni. Ugye ez megjelent újságban, és akkor engem boltban, úton, útfélen, telefonon, írásban megkerestek, hogy szeretnének erre választ kapni, és be is jött ez a kérdés így, hogy január 1-től tilos a kerti gazt, ágakat, stb. Elégetni egy törvény értelmében. Mit kezdjenek a lakosság a felgyülemlet, főleg a nagyobb kerten rendelkezők a sok komposztanyaggal? Ezzel a kérdéssel is foglalkoztunk többször. Vasvári Hírmondóban, a televízióban, talán honlapunkon is, tájékoztatóban, ismertetőben közreadtuk a lehetőséget, az elképzeléseket is. De akkor térjünk vissza, ha most már konkrétum, ugye, hogy az idei évben abszolút, vagy idei évtől nem csak vissza Vasváriban, hanem egyébként országosan tilos a hulladéknak az égetése, a kerti hulladéknak az égetése. A lehetőségek ugyanazok. Tehát komposztálás. Ugye Tiszavasváriban kiosztásra került jó néhány évvel ezelőtt nagyon-nagyon sok komposztáló edény. Ezzel volt, aki ilyet, volt, aki nem. Aki nem, annak lehetősége van még felvenni ezekből az edényekből, igényelni és biztosítunk számára.
Ha ez az edény kevésnek bizonyul, akkor nagyon sok technika van, hogy otthon saját komposztálót tudjon kialakítani a kiskertjében bárki. Én ezt szorgalmaznám, ezt javasolnám. Saját magam is már évek óta ezt végezzük, ezt a feladatot, vagy ezt a munkát végezzük, nem égetünk, hanem komposztáló van kialakítva, és ott kezeljük a kerti hulladékot, a levágott füvet, ágakat, gajakat. Aztán a másik lehetőség az, hogy a kommunális hulladék gyűjtő edényzetbe megfelelő méretre vágva és abban elhelyezve elszállítja a szolgáltató ezeket a nyesedékeket, kerti hulladékokat. Jelen pillanatban ennyi a legális és szabályos megoldás. November elején beszéltem Eberhard Gáborral, ügyvezető úrral, hulladékkezelés, hulladékszállítás kérdéskörben Tiszavasváriról, és akkor fölmerült az, hogy ugyan Tiszavasváriban kiosztásra kerültek komposztáló edények, de vannak települések, ahol biztosít a szolgáltató zöld járatot, vagy zöld hulladékbegyűjtő járatot. Ennek az egyeztetése folyamatban van. Én kértem ügyvezető urat, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy Tiszavasváriban is elinduljon egy ilyen járat, és legyen lehetőség a zöld hulladékot leadni, átadni, megfelelő módon a szolgáltatónak átadni és rendelkezésre bocsájtani. Határozott válasz még erre nem érkezett, a lehetőséget viszont ügyvezető úr nem zárta ki, úgyhogy az egyeztetések, tárgyalások folyamatban vannak. A Bűdi város részen visszakaptuk a régi temető, gombaüzem helyét, ezt annak idején az önkormányzat 1 forintért odaadta a vállalkozásnak, ugye nagyon hosszú éveken keresztül gazdátlan volt, illegális hulladék lerakása volt a területen, problémát gondot okozott, nem a miénk volt, túl sok lehetőségünk nem volt intézkedni, bár nagyon sokszor mégis beavatkoztunk, elszállítottuk az illegális hulladékot, levágtuk a füvet, stb. Tárgyalások során ezt a területet sikerült visszaszerezni 1 forintért, körbekerítettük, most a konténereink vannak a helyszínen, a Bűdi városrész hulladékkezelés szempontjából, és gondolkodunk abban, hogy akár ott egy komposztáló telepet kialakítsunk, vagy ha lehetőség van, tehát itt folyamatos egyeztetés szükségesek meg a hulladékgazdálkodási törvénynek a figyelembevétele, hogyha lehetőség van, akár ott biztosítani egy-egy időpontot mondjuk tavasszal és ősszel, vagy akár nyáron is mondjuk több alkalommal, tehát ezt azért a szakembereknek, hozzáértőknek meg kell majd vizsgálni, és lehetőséget biztosítani a tiszavasváriaknak, hogy mondjuk péntek délutántól, nem tudom, szombat estig van lehetősége, hogy oda ezek behordja, és mi majd azt a szolgáltatóval megbeszélve elszállítatjuk, vagy ha lesz lehetőségünk saját komposztálót létrehozni, akkor ott mi azt kezeljük. Úgyhogy keressük a megoldást erre a problémára, a jelen helyzetben, a jelen szabályozás szerint csak a saját komposztáló, a hulladékgyűjtő edényzet áll most rendelkezésre. Vagy esetleg ugye, hogyha gondolják, akkor beszállítják Nyíregyházára, vagy bárhol, de szerintem ezt nagyon kevesen fogják választani. Elképzelhető, hogy őszre, mert nyilván itt akkor van nagyobb gond, mikor hullanak a falevelek, meg kertből kikerülnek a különféle maradványok az őszi szántás előtt, hogy akkorra lesz bármiféle eredmény? Sokkal hamarabb szeretnék valamiféle konkrét választ a szolgáltatótól, hiszen nem csak ez a kérdéskör, ami egyeztetésre vár, hanem például Tiszavasvári városban a vállalkozásoknak a hulladékszállítási szerződésének a rendbetétele, ellenőrzése, felügyelete, és a lakosság hulladékszállítási szerződésének a felügyelete, rendezése, és a hulladékgyűjtő edényzeteknek az ellenőrzése. Tehát ebben az évben mindenféleképpen határozottan szeretnénk lépni a hulladékgazdálkodás területén, és Eberhard urat is keresni fogjuk, hogy minél hamarabb kapjunk ezekre a kérdésekre választ, és ne csak választ, hanem valami megoldást is. Köszönöm, és az utolsó feltett kérdés. A városhoz tartozó főként külterületi utak mentén lévő fasorban a susnyást nem lehetne kivágatni a közmunkásokkal, akár úgy is, hogy azt hazavihetnék, és az útmentés normálisabban, gondozottabban néz neki. Sajnos erre nincs lehetőség. Egyeztettem a Tivaszol Kft. Ügyvezetőjével, külterületi útjaink, vagy utak mentének a rendbetétele a közfoglalkoztatásban résztvevők nem irányíthatóak, belterületi utak közterületek karbantartására lehet őket munkára fogni. Úgyhogy a külterületi utak kapcsán, ami eddig is működött, ezután is működni fog. Mezőgazdasági vállalkozók több esetben
évben jelezték, hogy ők saját erővel, saját maguk által rendbe teszik, tisztába rakják ezeket a területeket. Mi ehhez hozzájárulásunkat, beleegyezésünket szoktuk adni. Hogyha vállalkozók szeretnének ezzel élni, akkor mi szívesen fogadjuk ezeket a megkereséseket, és jelen pillanatban ezeket az utakat vagy útmenti fás területeket, susnyákost ilyen módon tudjuk kezelni. Polgármester úr, történt az elmúlt hónapban olyan esemény, amit itt feltétlenül úgy gondolt, hogy meg kell említeni? Hát amire mindenféleképpen muszáj visszatérni és említeni, ugye megjelent a Vasvári Hírmondó, és a jó hírrel szerintem nagyon sokan találkoztak, talán beszéltünk is róla a televízióban. A karácsony egy nagyon-nagyon nagy ajándékot tartogatott, vagy hozott Tiszavasvárinak. December 21-én Magyarország miniszterelnöke aláírta azt a támogatói okiratot, amivel Tiszavasvári közel 2 milliárd forintnyi egyedi kormányzati támogatáshoz jut. Erről fogunk a jövőben beszélni, fogjuk részletezni, várjuk országgyűlési képviselőt is, hogy elmondja, hogy ezt hogyan sikerült kijárni, milyen módon sikerült azt elérni, hogy Tiszavasvári egy olyan támogatáshoz juthasson, ami mondhatom azt, hogy szintén egy történelmi jelentőségű, mert történelmit használtuk a gyógyszálló esetében, de 2 milliárd forintos fejlesztés, egy felzárkóztató program, az egy nagyon-nagyon nagy jelentőséggel bíró pillanata a város életében. Hát a 2 milliárd forint, az mondhatom úgy, hogyha az alapköltségvetésünket nézzük, ugye ez valamennyivel több, mint 3 milliárd, tehát több, mint a fele pénz érkezik oda. És egy fontos gondolat, csak kiragadnám a támogatásból, több, mint 700 millió forintnyi támogatás van ebben a csomagban út- és járdaépítésre, valamint patkarendezésre. Tehát komoly útépítés és területrendezés fog bekövetkezni, akár már ebben az évben, és folytatva talán a jövőjében. Így, hogy kalkuláltatok, ez mennyire elég körülbelül Tiszavasvári úthálózatának a milyen része? Vagy pedig a sorrend él, hogy a legelhanyagoltabb utak, és akkor utána többi? Több kilométernyi útszakaszt fogunk megújítani, de nem csak utak felújításáról van szó, hanem például most, ahol rendezett az út, nem kátyús, nincs kijárva, nem repedezett, de az útpatkája az problémás, akkor ott útpatka felújítás. Tehát pontos kilométer számot vagy terület megnevezést most még nem tudok mondani. Ez úgy állt össze, úgy tevődött össze, hogy közel 400 millió forintnyi becsült költségvetésünk már volt utak rendbetételére, és hozzáírtunk még jó néhány utat, amire nem volt becsült költségvetés, csak nagyságrendileg állapítottunk meg számokat, és kértük hozzá a támogatást. Úgyhogy a pontosítások folyamatban vannak, azt mindenféleképpen szeretném itt elmondani, és a félreértéseket elkerülni, hogy ez nem csak városközpont, hanem a város egész területét érinti. A Tiszavasvári képviselőtestület összes körzetes képviselőjével, választott képviselőjével egyeztettem eddig, és ezután is egyeztetni fogunk, és pontosítunk, hogy az ő körzetében mely utakat látja szükségesnek, mely járdákat, vagy mely útpatkákat látja szükségesnek felújítani. Természetesen lesz fontossági sorrend, mindenkinek a saját környezete, az saját élettere a legfontosabb, és örül, hogyha az komfortos, de a város érdekeit kell figyelembe venni, és mint ahogy ezt tettük az ezelőtt megvalósult útfelújításoknál is, figyelembe veszük az utak terhelését, forgalmát, jelentőségét, elhelyezkedését, lakottságát és minden más, tehát mennyien élnek azon a területen, és ezt szerint fogjuk a sorrendet majd felállítani. Aki esetleg ebből a körből kimarad, akkor abban az esetben még mindig rendelkezésre állnak a belügyminisztériumi támogatások, amikor pályázni tudunk. Most például tavasszal kezdődik a Bátori út, Kálvin út felújítása és a Bajcsi-Zsilinszky út járda szakaszának egy része. Ezt minden évben meg tudjuk pályázni, eddig sikerrel is vettük az akadályokat és kaptunk támogatást. Tehát aki most a nagy kalapba nem kerül be, azokat a évente megjelenő pályázatokba fogjuk beletenni, valamint ugye saját erőből, Tivaszolk Kft.-vel együttműködve tartjuk majd karban és javítjuk a még problémás útszakaszokat. Szkeptikusok most is hallatják hangjukat, hogy persze megjelenik az újságban, le lehet írni, mert el lehet mondani, akkor most tényleg egy konkrét és őszinte válasz, megvan ez a pénz?
természetesen megvan a pénz, a támogatói okiratok aláírásra várnak, a kormány határozatot a magyar közlönyben meg lehet nézni, tehát a költségvetésben biztosítva van, Magyarország költségvetésében megfelelő költségvetési soron ez az összeg. Ó, akkor sok pénz, ez már kicsit nagyobb talicskát kell venni. Polgármester, köszönöm szépen a kérdés feltevők nevében is a válaszokat. Természetesen továbbra is, ha bárkinek bármilyen jellegű kérdése van, szívesen várjuk. Köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a lehetőséget, és jó egészséget kívánok mindenkinek.